Követős eltutánykoztatom. Hagyományaink a szíven állással a vendégek mesterét, Hollett Ferencet kérem, hogy értek egy mérkőzést. Azt gondolom, hogy egy nagyon jó mérkőzés volt. Mind a két csapat nyílt és akus játékot játszott. Mind a két csapatnak rengeteg lehetősége volt. És a is nézők biztosan jól szórakoztak ezen a mérkőzésen. Az első félidő az egyértelműen, ami ilyenkor úgy éreztem, a második félidő inkább a Ferencvárosé. Azt gondolom, hogy igazságtalanság lett volna, aztán a csapat az emberi, de a döntetlen az a játékképpenet mindenféleképpen megcsalva. Köszönjük szépen, kérdések adnak lehetőséget, parancsoljanak parancsolat. Szóval, hogy Zsolt, a nehezet is fordul, és volt egy kis ilyen dulakodás, birkózás ott a páros kiállítás idején, azt hogy idéznéd fel azt az esetet? Már a pályán vagy a pályán kívül? Ez a pályán kívül. Ott a győri kispad előterében ott hirtelen ott megjelentek Ferencvárosiak. Igen, hát nem tudom, hogy itt a tudom, hogy mi részünk, hogy a mindenki beszéli falba a kis ketredbe. Valahogy bejöttek oda, nem hiszem, hogy ennek kéne különösebb jelentőséget tulajdonítani a meccs helyébe, főleg egy ilyen meccs helyébe ez előfordul. Köszönöm szépen, további kérdés. Hogy gondoltad-e volna, hogy ember hátrányban még tudtok egyenlíteni? Vagy mennyire voltatok ilyen helyzetre felkészülve? Úgy éreztem, hogy ez egy egygólos meccs lesz, különben ebbe tévedtem. Egy után éreztem erőt a csapatba. Azt kértem, hogy minél több partot harcoljanak ki, hogy a pontok másokkal oda tudunk elérni a kapujuk elé. A gól végül is akcióból született. Ez mutatja azt, hogy mentálisan igenis erős csapat a győr. Ezt úgy mondtam még a szép foglalomban is, hogy ezt garantálni fogom, hogy olyan játékosok fogják a győrt alkotni, akik az utolsó leheletükig küzdenek azért, hogy megnyerjék a mérkőzést. És ez most így is volt, erővel is nagyszerűen győztük, úgyhogy nagyon pozitív az, hogy tíz emberrel vissza tudtunk jönni a meccsen. Köszönjük szépen, további kérdés. Amennyiben nincs olyan szépen, köszönöm, hogy a Ferenc meg Tamás Dolla visszatérni.